nézőket vonz a közönség soraiba. Megmutatja a fiatal opera énekeseket. És észreveszi az opera repertoár peremét is. Hisz ritkán játszott darabok közül válogat. Corilla, most jön a nagy váltás! Elönti a boldog remény! Ez a Kincskeresők az opera kivételes sorozata, aminek mostani előadásában még a szerepek is megfordulnak. Amit mond, látunk rajta, hogy hol mond. Nagyon sok jó zene van a világon, és nagyon könnyű, hogyha a híres operákról beszélünk, akkor is százas nagyságrendben beszélhetünk, és nem lehet ennyi operát játszani. És az ilyen súlyú, ilyen minőségű zeneszerzőknek, mint egy Donizetti, vagy egy Puccini, vagy egy Verdi, hát akarva akaratlanul is lesznek olyan darabjai, amik kevésbé kerülnek előtérbe. A Kincskeresők legutóbb Donizetti vígoperáját az Éjjel a mamát szemelték ki maguknak, amit 3 hetes intenzív műhelymunkával állítottak színpadra. Egy nagyon erős dramaturgiai munka kell, mert egy részbe kell játszanunk, olyan 60-70 percesben, ebben benne legyenek azok a sláger számok, amiket mondjuk ismernek az emberek, de azért a történetet el tudjuk mesélni. Maga a mű egyfajta opera az operában, hiszen a cselekmény egy színtársulat próbáját mutatja be és figurázza ki. Az 1827-es keletkezésű darab és Donizetti humora az emberi viselkedés ismétlődő jegyeitől időtálló. Mert én behozok néked! A karakterek személyisége éles hasítással jelenik meg a színpadon, aminek láttán biztos a nevetés, de még akár a felismerés is. És ott kiderülnek, hogy a primadonnának milyen hisztiei vannak, a tenorista milyen hülye. Tehát ezek az alapvető dolgok, amik a színházban vannak, ezek itt is ugyanúgy működnek, csak mi egy kicsit még rápakolunk. Tehát még fölnagyítjuk pont azért, hogy nagyobb kontrasztok legyenek, hogy igazából azért is csináljuk ezt a darabot, hogy kicsit tükröt tartsunk magunk elé. Ne izgassák magukat, ha minden kötél szakad! Beugrom én! Ebben pedig a műfaj legfiatalabb művészei is részt vesznek, nem mellesleg a pályájuk kezdetén lévő énekesek a Kincskeresők sorozaton belül minden alkalommal lehetőséget kapnak arra, hogy megmutassák magukat. Személy szerint ez most a 3. Kincskeresőn volt. Igazából azt hiszem, hogy ezt élveztem a legjobban, ennek a tényleges műhely munka, ami ebben zajlott. Nagyon sokat nevettünk, elég improvizatív jelleget is öltött, hát folyamatosan tudtuk fejleszteni. Elkezdtük a hűval a mammát? Hamarosan a közönség is meglátja, hogy néz ki a mamma. Nagyon szeretem vezetni ezt a kiskocsit, tehát már itt indult, hogy megtudtam, hogy a kiskocsit kell vezetni, hát az nagyon-nagyon nagy öröm volt. Itt az anyukám! Hát csak ez hiányzott. Anya. Itt zajlik a próba! Tilos fejelni! Hogy minden hét. Az anyja, ki az A színházi próba közepére parkoló mama felbukkanását semmi nem előzi meg a cselekményben, így senki nem számít rá. Arra pedig végképp nem, hogy a kék kosztüm Fülep Máté operaénekest rejti.
Ez első körömfestés sem volt. Ugyanis a szerep, ahogy Donizetti is szerette volna a múltban, úgy a jelenben is szoknya szerep. A mama akkor csatlakozik a történethez, amikor a leghevesebb viták kezdődnek, pontosabban úgy igazán, olaszosan, ő kezdi el azokat. A Víg Opera szoknya szerepe vitathatatlanul a közönség fő impulzus forrását jelenti a folytatásban. Azért a háttérben is, ami nagyon fontos, van egy nagyon-nagyon komoly zene, nagyon nehéz zene, és nagyon sok énekelnivaló rengeteg szöveggel. Úgyhogy itt azért ezt összehozni, hogy zenéileg is minden stimmeljen, és a poénok is poénok legyenek, és ne menjen el a mi próba folyamatunk alatt egy kicsit túlzó irányba, mert ugye mi már a sok próbán már egymást próbáltuk licitálni, hogy ki mit tud még hozzátenni, elvenni belőle, de ezeket a Toronykölyi Attila mindig nagyon jó érzékkel fékezte és kézben tartotta. És hát igen, mi kinevettük már magunkat a próbákon, és igyekeztünk úgy létrehozni ezt a mai napot, hogy ez mindenkinek egy igazán nagy kikapcsolódás legyen. A Kincskeresők sorozata havonta egyszer jelentkezik az Eiffel Műhelyházban, viszont az opera közösségi oldalán egy hétig visszanézhetőek a műfaj ritkaságai.